Sziasztok, Fruxi vagyok, és ma fényderítünk arra, hogy mi a kapcsolat az ikerzárható zacskó és az utazójátékok között. Gyertek, tartsatok velünk! Tehát ma utazási játékokkal kapcsolatban szeretnék nektek tippeket adni, amik nekem beváltak, amiket érdemes végig gondolni, mert hogyha egy hosszú utazásra megyünk, akkor nagyon fontos és kulcsfontosságú, hogy legyenek nálunk Joker játékok, amiket elő tudunk kapni, hogy ne csak az iPad legyen bekapcsolva folyamatosan mesével, az amúgy se köti le egész út alatt a gyerekeket. Tehát szempontok első számú, a játék mérete. Egyáltalán nem foglal helyet, kicsi helyet foglal, vagy hatalmas helyet foglalna, de át tudjuk pakolni úgy, hogy kicsi legyen. Mi az, ami egyáltalán nem foglal helyet? Nyilván a mondókás játékok, amiről most nem fogok hosszan beszélni, mivel hogy erre egy külön blogbejegyzést írunk nektek, ahol letölthető formában meg fogjátok találni ezeket a kis játékokat, de itt most ilyen szóláncos játékokra gondolok, például, hogy alma és az utolsó betűjével mondod a következő szót. Ezek szuper jók, hiszen mindig nálunk vannak autós utazásnál is, simán lehet játszani ezeket a játékokat. A kicsik helyet foglaló játékok, ma Dunát lehet rekeszteni ezekkel a játékokkal szerencsére a játékboltokba. Nagy örömmel mutatom nektek például a grabolót és a doblét. Ezeket a játékokat azért szeretjük nagyon, mert például a graboló az már a 3 éves bendegúzomnak is tök szuper, de Oliver is még szívesen játszik vele, és a doble is, amiben ugyebár mindkettőnek az a lényege, hogy kis kör alakú kártyák vannak benne. Ez például egy állatos, és gyakorlatilag kb. Egy dobókocka van még benne, attól függ, hogy melyik játékról beszélünk, meg kell találni a formákat, színek vagy minták alapján, ebből tényleg nagyon sokféle van. Kártyajátékok közül nekünk még nagyon nagy kedvencünk a Piu Piu. A Piu Piu egy tök jó minőségű kártyajáték, 5 éves kortól javasolják, Oliver már bőven játszotta 5 évesen, csirke, róka, kakas van benne, és tojások, amiket ki kell kelteni a kis csibéket, nagyon szeretjük, ezt is jó szívvel ajánlom. És az egyik legnagyobb kedvence a családnak a Difference. Ebből már van nekünk a junior változat is, és a kisgyerkőc változat is, mert hogy imádjuk, az egész család nagyon jól szórakozik vele, és ez az a típusú kártyajáték, nem olyan, mint a Piu Piu, vagy a nagyobb régebbi klasszikus kártyajátékok, hogy ki kell pakolni az egészet, ezért valamennyi helyre is van szükség, mert ennél képzeljétek el, össz-vissz kiveszünk 2 darab kártyát, gyönyörű szép grafikával van, és meg kell találni a 3 különbséget a 2 kártya között, úgyhogy ezt mi nagyon szeretjük. Van, hogy 5-10 percig is nézünk egy ilyen párost, de van, hogy nagyon gyorsan megtaláljuk, úgyhogy ezt mindenki nagyon szereti. Difference tök jó szívvel ajánlom. Ezek lennének az első körben így gyorsan, amik kicsi helyet foglalnak. Ami nagy helyet foglal, de kicsivé tudjuk pakolni, hát ebből rengeteg van. Ezt szabadon válogatjuk össze mindig, hogyha valahova utazunk. Az egyik kedvencünk az Ubongo. Oliver ezzel nagyon sokat játszik. Ezt képzeljétek el, ilyen nagy, hatalmas doboz, viszont most jön képbe az IKEA-s zacskó. Kicsivé tudjuk varázsolni, hiszen kiveszünk belőle csak azt a részét, amire szükségünk van. Kiveszünk belőle a formákat, illetve néhány ilyen kis kártyát, mert hogy itt az a feladat, hogy a fehér részre megadott darabszámú színű kártyák alapján mindig változó, hogy melyikek. Ezeket kell gyakorlatilag ráhelyezni ide a fehér részre, és ki kell tölteni. Nagyon szeretjük, ez egy 8 pluszos játék, de Oliver már 5 évesen játszott vele. Ezt szinte mindig visszük magunkkal, mert ilyen kicsivé varázsoljuk a nagy dobozos játékot. Úgyhogy ezt nagyon jó szívvel ajánlom, most újra kapható Magyarországon, egy ideig nem lehetett kapni. Ugyanezt a technikát alkalmazzuk például a memória kártyáknál is. Kiveszünk 10 párat és azt visszük csak magunkkal. Más játékoknál, amiket itthon tárolunk, úgy egyébként a háztartásban is, nagyon kevés zacskót használunk, mert inkább pamut zsákokat szoktunk használni, illetve ilyen függönyanyagú zsákokat használunk például piacra. Viszont a játékoknál akár lehet kapni lebomlóba is ezeket a visszazárható zsákokat. Azért tartom sokkal praktikusabbnak, mert képzeljétek el azt, hogyha mondjuk betesszük a táskába a játékokat, és benne van 5-6 féle játék, és mondjuk mind mintás pamut zsák, akkor mindig egyesével ki kell nyitogatni, hogy melyikben mi van. Így viszont, hogy átlátszó, mindig azt kapjuk ki, amelyikre éppen szükségünk van. Nagyon szeretjük még a törpéket. A törpés játék lényege az, hogy gyakorlatilag kis cuki törpék vannak benne, és húzunk lapokat, mindig meg van adva, hogy most éppen keresünk mondjuk piros kockás sapkájú törpöket, vagy amelyiken öv van. Ezeket is nagyon szeretjük, úgyhogy ezt is mindig visszük magunkkal.
Ezt a technikát, ezt az ikes zacskós technikát használjuk puzzle-nél is. Oliver nagyon szeret puzzle-ozni, és szuper jó, hogyha mondjuk reggel ő korábban kell, mint a kis tesója, akkor ezzel csendben egyedül is el tud játszani. Úgyhogy ennél javaslom azt, hogyha mondjuk egy puzzle van benne csak, akkor lefénymásoljuk a fedlapját, és magunkkal visszük csak a képet, és utána pedig kikapjuk megint csak a zacskóba a puzzle-öket, és visszük magunkkal. De mivel ebbe például 3 darab puzzle van, ebbe gyárilag berelakták a képet, úgyhogy ezt csak visszük magunkkal. Hát a puzzle-nél ugyebár arra nagyon figyelni kell, hogy ebből ne hagyjunk el semmit, mert akkor tuti, hogy utána már kárba vész a játék. A Monstert is nagyon szeretjük, ez is képzeljétek el, ilyen nagy dobozban van, de egyébként ez nem foglal el ilyen nagy helyet, mert ez is egy kártyajáték. Ebbe benne vannak ilyen cuki kis színes szörnyek, ezeket gyárilag ilyen kis zacskókkal látták el. Van benne színes alaplap, ezek a színes alapok vannak benne. Mindjárt kiveszek egyet és megmutatom. Például itt van egy kis szörnyecske, ezt kell kitenni, és 3D-sen úgy kell kitenni, hogy vannak hozzá ilyen kis átlátszó alkatrészek, itt például most a szeme van, ezeket kell egymásra pakolni a megfelelő sorrendben, és kitenni belőle a kis figuránkat, ezt is nagyon szeretjük. Ez is egy 6 pluszos játék, de ezzel is már 5 éves kora óta Oliver nagyon szeret játszani. Ezt is nagyon jó szívvel ajánlom nektek. Mi fontos még egy utazójátéknál? Hát például az is, hogy lehessen pótolni, ezért tudnám újra hozni példának az ubongót, amit már előbb mutattam nektek, mert az ubongót mi nagyon-nagyon szeretjük, és az elején nem szívesen vittem magunkkal, azért mert aggódtam azon, hogy mi lesz, hogyha elveszik belőle valami, de hát gyakorlatilag ez pont egy olyan játék, amiben ezeket a színes elemeket, akár színes kartonokkal is tudjuk pótolni. Mindig nagyon vigyázunk egyébként a játékokra, még nem nagyon hagytunk el semmit, de azért érdemes ezt is figyelembe venni, hogy ne hagyjunk el belőle semmit. A következő szempont, amit szerintem így érdemes végig gondolni, hogyha az embernek több gyereke van, akkor vigyünk olyan játékokat, amivel mindegyik korosztály tud játszani. Nálam most ez egy kicsit nehéz ügy, mert a 3 éves és a 6 évesnek nagyon különböző érdeklődési köre van, hiszen Oliver már nagyon szeret például legózni, úgyhogy neki, hogyha utazunk valahova, akkor akár el lehet vinni egy ilyen kis bőrönnyi legót is. Ennél nagyon sok helyen láttam azt, hogy szokták azt csinálni, hogy fogják a kis fém dobozukat, amit éppen vettek valami lakberendezési boltba pár száz forintért, és kivágják hozzá ezeket az alaplapokat, beleragasztják, és akkor lehet vele legózni, úgyhogy Oliver ő most legós, de amit mind a ketten tudnak használni most a 3 és a 6 évesen is, az például a zingó. Ez nagyon gyakran visszük magunkkal. Ez is egy olyan játék, ami alapjában, mivel nagyon nagy helyet foglal, de ebből is csak a hasznos részt visszük el, elvisszük belőle a kis kártyákat, és elviszük belőle ezeket a kis sárga műanyagokat, amiket rá kell helyezni, és ilyenkor nem használjuk ezt a piros részét, viszont ugyanúgy meg tudjuk ezt oldani, hogy adhok jelleggel kiválogatunk belőle, 2 darabot mindig kihúzunk, és azt kell rátenni a lapra. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szeretjük. Mindig vannak nálunk kis autók, mert hát 2 fiúval mindig viszünk magunkkal, ennél nagyon figyelünk, hogy ne hagyjuk el őket, úgyhogy olyanokat szoktunk vinni, amiket nem bánunk, hogyha esetleg elveszik. Utazójátékok közé tartozik még az, amit tényleg maga az utazás időtartama alatt jól használható. Nagyon szeretjük ezeket az agymenő kártyákat, aminek egyik oldalán vannak a kérdések, a másik oldalán pedig a válaszok. Ezekkel nagyon sokat szoktunk játszani, ez mindenféle korosztályban van, 4 éves kortól, sőt talán már 3 éves kortól, akár 10-12 éves korig is. Van nekünk egy csendes könyvünk is, ezt is szoktuk vinni autós utazáshoz, ebből most már nagyon sokat lehet kapni, kicsi és nagy verziókat is. Ezek mindig ilyen varrott könyvek, amiben egyébként ügyességfejlesztésre is szuper jó, mert rengeteg gombolós, tépőzárazó, számolós, patentolós, gyöngyös dolog van, ezeket is nagyon szeretjük. Szeretnek még a srácok rajzolni is menet közben, úgyhogy a nagyobbiknak van egy ilyen krétás füzetünk, amit le tudunk törölni egy papírzsepivel, nedves törlővel, itt vannak benne a kréták, és tud rá rajzolni. A kicsinek megvan ez a régi klasszikus, húzogatós rajzolója. A mágneses játékokat is ide sorolnám, nekem most itt nincsen csak egy ilyen nagyobb típus, ezt itthon szoktuk használni, de egyébként ebből is vannak olyan kicsik is, mint egy kártyapakli, és gyakorlatilag leszedjük a mágnest, és föl tudunk rakni rá bármilyen kis járművet ennél a típusnál például.
Amit még jó tanácsként mondanék tippnek, az, hogy érdemes szerintem az utazójátékok összepakolásánál segíteni a gyerekeknek abban, hogy ők is tudjanak összepakolni játékokat, viszont adjunk nekik egy kis keretet, hogy mennyi az a cucc, amit hozhatnak most magukkal egy utazásra, a kis hátizsákjukat, vagy akár mi például beszereztünk egy ilyen bőröndöt most. Nyáron nekem a két gyereknek az összes utazójátéka ebbe a bőrönbe volt benne, sokat utaztunk autóval, itt tudtunk vinni picivel több játékot is, és ez azért nagyon praktikus, mert ráadásul a kicsi rágulésre nagy tudta őt húzni, úgyhogy szerintem ez nekik is tök jó pofa, hogyha látják azt, hogy mennyi cuccot vihetnek magukkal, itt a vége, amilyenbe belefér, azt hozhatjátok. Remélem, hogy hasznos tippekkel szolgáltam számotokra. Most ebben a videóban nem tértünk ki konkrétan a játékszabályokra, a játékokkal kapcsolatban, méghozzá azért, mert januárban forgatunk majd a Mit játszunk csatornáról Rékáékkal. Ők az igazi társasjáték specialisták, úgyhogy velük szeretnék majd a játékokra pontosan kitérni, hogy melyik típusúak azok, amiket ők jó szívvel ajánlanak kisgyerekeknek is, és hogy ezeket hogyan kell játszani. Nagyon szívesen fogadnám, hogyha megírnátok nekünk azt kommentbe ide a videó alá, vagy a csatornánkra, Facebookunkra, hogy milyen játékok vannak, amik nektek tutira beváltak, milyen tippjeitek vannak még, hogy minél több mindenki tudjon ezekből épülni, és minél több praktikális információt tudjunk összegyűjteni ebbe a témába. Iratkozzatok fel a csatornánkra, hiszen Budapestet mutatjuk be családi szemmel, valamint praktikális tanácsokat adunk nektek utazás témakörbe, úgyhogy iratkozzatok fel, várunk benneteket vissza szeretettel. Sziasztok!